Ez a pici tisztítók és minden háziasszony kedvence, pedig igazándiból ez csak arra való, hogy esetleg egy hagymát megpucoljunk. Tehát hagymapucolásra. Vagy pedig bármilyen zöldség pucolására, de jelen esetben ez földburgonya. És azért hegyes a felülete, hogy bármit így ki tudjak vele kanyarítani. Arra is alkalmas, hogy vékonyabb zöldségeket, sárgarépát, póréhagymát szeleteljünk akár deszkán, vagy akár kézben. Ez a kés még inkább erre a kézi munkára való. De más formára is lehet vágni. Itt van például ez a burgonya. Ha nem a nagy karikákat szeretnénk, például egy rakott krumplihoz, akkor így vágjuk. De lehet hosszában félbevágni, és akkor ilyen szép kis cikk krumplikat vágni. Vagy még kockázni is lehet, hogyha ezt félbevágjuk, és utána ezt is félbevágjuk. Ez a kis kés ezekre a kézi apró műveletekre alkalmas. És van még egy nagyon fontos, hogy mikor kell ezt használni. Amikor ilyen kemény héjú zöldség, szintén ezzel a kiskéssel lehet megpucolni, akkor egész egyszerűen lefekteti, és szépen így leszedi az oldaláról. Így a legbiztonságosabb, mert a kés megszaladhat. Tehát az ilyen zöldségeket is ezzel a késsel érdemes pucolni.